találkozott ez a kettő gondolat. És úgy gondolom, hogy először erről mondanék pár szót, pár gondolatot, aztán majd rátérek az előadásban a témájára, és ennek a lényeg az lenne, hogy milyen kapcsolatban áll az adóigazgatási eljárás és a büntető eljárás. Nos, teljes mértékben egyetértek a professzor úrral abban, hogy a költségvetési csalásnak ez a nagyon korszerű és szerintünk előremutató és jól alkalmazható tényállása az alapvetően egy természetes egységi konstrukcióra épül. És ebből nagyon sok minden következik. Tehát mindaddig természetes egység a költségvetési csalás, ameddig nem lép be az a rendelkezés a tényállásból, hogy egy vagy több költségvetési élményre egyrésztről, másrésztről pedig ugye van valahol a sokadik bekezdésben, hogy akárhány költségvetési élményre is követik el, az valamennyire a tényállásba illeszkedik. Tehát annyiban törvényi egység csupán a költségvetési csalás tényállása, amennyiben több költségvetési élményre valósul. Mert ebből a törvényegység úgynevezett különleges esetek folytán, mint például a közlekedési bűncselekmény, máshol, foglalkozásként bűncselekmény veszélyeztetés, és a többi, és a többi, sok ilyen tényállást tudom, ahol a különös részt létesíti a törvényegységet. Ebből azonban nagyon sok minden következik. Például az első nagyon fontos gondolat, amelyben ellentétes álláspontot képvisel az ügyészség és a bíróság, nevezetesen, hogy a természetes egységben milyen összegű vagyoni hátrány okozó részcselekménynek mondható. Ezzel kapcsolatban annyit szeretnék elmondani a professzorunknak az előadásával is kapcsolatban, hogy például, hogyha én először csak szidalmazok valakit, de a következő lépésemben már megmutosom, utána fejbevágom, és a végén megtaposom és megölöm, akkor ugye nem kérdéses, hogy ez egy természetes egység, és ugyanúgy része ennek a cselekményegységnek a szóbeli szidalmazás, mint az egységsértéssel nem járó, majd járó bántalmazás, és a különböző cselekmény. Ez a természetes egységnek a lényege. Ugyanígy természetes egység az, hogyha én havi áfa bevallásra vagyok kötelezett, havonta elcsalom az áfát, de az egyik hónapban csak 30 ezeret, a másikban 200 ezeret, a harmadikban 90 ezeret, a negyedikben pedig 120 ezeret csalom el, és tovább. Tehát vannak olyan hónapok, amelyek nem érik el a bűncselekmény értékhatárt, és vannak olyan hónapok, amelyek elérik a bűncselekmény értékhatárt. Nem kérdéses, hogy a természetes egységre tartozik valamennyi, és nincs összhangban a költségvetési csalás új konstrukciójával, az a gondolkodás, amelyet a refüggési adott kiránytatásával, és amelynek az a lényeg, hogy a 100 ezer forintot el nem érő részcselekményeket ki kell rekeszteni a költségvetési csalással a okozott valami hátrány összegének a meghatározása során, illetve magából az elkövetési időszakok közül is. Ezzel kapcsolatban hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy a Unió foglalkozott már máskor is ezzel a kérdéssel, és nem csak akármilyen kvázi nem kötelező határozatával is, hanem jogegységi határozatával foglalkozott ezzel a kérdéssel, és ez a jogegységi határozat a 3/2009-es számú vitatott jogegységi határozat, amelyben kidolgozta egységre vonatkozó elképzeléseit álláspontján, így a természetes egységgel kapcsolatban is, és ezt az álláspontot fejtette ki, és ezt az álláspontot továbbra is követődünk és irányadónak tartjuk. Tulajdonképpen sajnálatosnak mondanám azt, ami hirtént hozzánk is eljutott, hogy a kúria néhány héttel ezelőtt hozott egy olyan döntést, amelyben kifejtette azt, hogy a társasági adóra elkövetett csalás esetén az egyéves
ünneplési időszakat már oly hosszú, hogy nem vonható a folytatólagosság egységével. Nos, hát az ítélkezési gyakorlat, miután 1988. január 1. óta létezik a magyar jogrendszerben az átlagos forgalmi adó, hát már szem meg a személyjövedelem adó, de az egész új korszerű jogrendszer, hát már korábban is szembesült ezzel a problémával, hogy az egy éves bevallás alá eső adóanyag vonatkozásában, vagy az egy éves elkövetési időszakra tekintettel megállapodható, mert a folytatólagos elkövetés az sem. Meg kell mondani, hogy divergált az ítélkezési gyakorlat sokáig, és azt is meg kell mondani, hogy nagyon hosszú ideje egységes az ítélkezési gyakorlat, egységes a visszatbíróságok ítélkezési gyakorlat, és egységes a kúria ítélkezési gyakorlata is. Hozzáteszem azt, hogy miután megszületett ez a bizonyos már általam említett 3/2009-es számú büntetőkegységi döntés, amelyet a legfőbb ügyészség kezdeményezett, és éppen olyan határozatokkal szemléltette az ellentétes ítélkezési gyakorlatot, nem az egyéves bevallási időszakra vonatkozó gyakorlatot akarta szemléltetni, hanem más összefüggésben a folytatólagos segítségével kapcsolatban. Tehát olyan határozatokkal szemléltette a gyakorlatot, amelyekben egy éves bevallási időszak alá eső eszhiára elkövetett adócsalásokat mondott, és helyesnek tartotta akkor még a legfőbb ügyészség is ezt a gyakorlatot. Nagyon jól tudjuk, hogy körülbelül nem tudom mikor, 4-5 évvel ezelőtt ismét azt az irányítást adta az ügyészeknek a legfőbb ügyészség, hogy egy éves bevallási időszak esetén nem állapítható meg a folytatólagosság. Hál' Istennek ez nem rendítette meg, nem bizonytalanította el a bíróságot gyakorlatilag egységes gyakorlatát. És reméljük, hogy ez a bizonyos újrai döntéssel fogja elbizonytalanítani a bíróságokat, akkor, amikor kifutóban vannak lassan azok az ügyek, amelyeket a régi VTK alapján bírálnak el, hiszen 2011 12 január 1 óta van, 11 fogadták el, 12 január 1 óta van a költségvetési csalásnál tényállása, tehát 5. éve van. Hát tudjuk, hogy még sokáig tarthat, de hát talán kifutnak ezek a tényállások. Na most, komoly elvi dogmatikai kérdésként merül fel az, hogyha van egy különös részi törvényegység, akkor emellett megállapítható-e általános részi törvényegység is, tehát megállapítható-e folytatólagosan elkövetettként a költségvetési csalásnak a bűncselekménye. Én azon a határozott véleményen vagyok, hogy figyelembe legyünk, mint a természetes egység konstrukcióra is, meg a törvényegység konstrukcióra is, és arra a kérdésre, amivel meg foglalkozunk, hogy mikor zárjuk le az egységet, hogy mi zárja le az egységet. Én határozottan szoktam fogalmazni, én azt mondom mindig, hogy fogalmilag kizárt a különös részegység mellett az általános részegység. Tehát különös részegység mellett az általános részegységnek a megállapítása. Nem ez a témám, tudom, más az előadás a témája, de úgy gondolom, hogy ezeket a kérdéseket érdemes átvenni. És akkor még csak egyetlen egy kérdés, aztán még van egy-kettő, amit itt felírtam Tóth Mihály professzor előadásához kapcsolódóan. Nevezetesen az a kérdés, hogy ugye az egységet, a páremelést zárja le. Úgy tűnik, hogy ebben is
és nagyon ki akarok egy iránymutatást, és ezzel kapcsolatban Úri álláspontja kettőtől fogva következetes, nevezetesen minden olyan esetben, amikor a vádemelés aktusához büntető törvénykönyv anyagi jogi, tehát külön konkrét anyagi jogi jogkövetkezményt kapcsol, például, hogy az eljárás, büntetőeljárás meg lehet szüntetni, akkor, hogyha valaki valamilyen kötelezettségét teljesíti, vagy akár megtéríti. Ugye ebben az esetben az a rendelkezés, vagy a büntetés korlátok rendíthető, hogy megvizető. Hogyha a vádemelésig, akkor ebből egyenesen arra vonató következtetés idejogalkotó szándéka az volt, hogy az egy olyan cezúra az eljárásban, ami után egy másik szakasz következik, és ez kétségtelen a bírósági tépkezési gyakorlatára, hogy ez lezárja a cselekményegységet. Ami után történik, az már nem erre vonatkozik. A legfőbbügyészség iránymutatásában ugye pontosan erre a mindjárt tudjuk azt, hogy nem csupán a jogerő zárja le az egységet, ez a főszabály, a jogerő, de például a tartásának használásánál az elsőfokú ítélet, meghozatalához, elsőfokú, bocsánat, ügydöntő határozat, meghozatalához fűz az anyagi jogi törvény, anyagi jogi jogkövetkezmény. És hát következetes a kitérkezési gyakorlat, hogyha a vádemelést tekinti ilyen megszüntető, vagy tovább nem zárja le az egységet. És hát ugye ehhez képest a tárgyaláson már alig lehet kiterjeszteni a vádat, hogy megváltoztatni, hogy olyan további cselekményeket tartalmazzon, amelyek vádemelést követő időszakra esik. Mert ugye ez az érdek áll nyilvánvalóan emögött az iránytatás mögött. Én rendkívül érdeklődéssel hallgattam azt a megjegyzését, hogy ő találkozott a költségvetési csalással a olyan összefüggésben, hogy a nyilvántartása a bűnügyi statisztikai rendszer tartalmazza, hogy egy ilyen bűncselekmény történt. Én utána fogok ellen nézni, én nem is fogadom, mert én magam nem tudom elképzelni, hogy fel lehet ezt megállapítani, és lehet, hogy a statisztika megtréfált bennünket, évesnek került fel, vagy az is lehet, hogy valóban született ilyen döntés, de esetleg a minősítés nem helyes. Mert mi is körbejártuk ezt a bűncselekményt, próbáltuk meghatározni, hogy mikor lehet alkalmazni, és nem találtunk meg az alkalmazási körét igazából. Összevetve a másik tényállások által biztosított büntetőjogi eljárásban. És akkor talán még egy gondolatot. BKB 39-es számú kollégiumi vélemény, amely a hasonló jellegű bűncselekményeket határozza meg az ütésszerűség körében, hogy én nem emlékszem igazából arra, hogy felmerült volna az a megközelítés a hasonló csoportok meghatározása során, hogy ez a költségvetés sérelmére történő cselekményeket csoportosítanak. Tehát sok minden más felmerült. Felmerült a haszonszerzés, felmerült a család, a megtörtént magatartás, stb. De úgy gondolom, hogy az, hogy a költségvetés sérelmére
szövetség, ügyrendszerűség, egységszerűség, törvénycselekmény állam, stb. Rátérnék a feladás lényegére, én még úgy látom, hogy kb. 4 órát kell beszélni. 20 percet is nagyon jó. A lehetőséggel. Tehát az lenne a kérdés, hogy az adóigazgatási eljárás és a büntető eljárás kapcsolata, és ugye abból a nyitó gondolatból indulnék ki, hogy az adóra eltövetett bűncselekmények ítélkezési gyakorlata integrálja magában egészében az adóigazgatást, az adóigazgatási joggyakorlatot, az adójogokat, érrendszerét, és kikerülhetetlen ezen a területen a különböző szakterületeknek az együtt gondolkodása, és a két, az adójogi terület és a büntetőjogi terület, aminek valamilyen módon együtt kell gondolkodnia, és egységesen kell értelmeznie az adójognak az anyagát. Akkor, amikor megpróbáljuk meghatározni a két eljárás kapcsolatát, akkor én úgy gondolom, hogy jól lehet ugyanazokkal a fogalmakkal dolgozunk. Ugyanaz az adó, ugyanaz az adó, ugyanaz a cselekmény, és ugyanaz a jó következménye jár, tehát tulajdonossal jár, hogy mégis a két eljárásnak a kapcsolata az nem egyszerűen mennyiségi kapcsolat, nem az, hogy az egyik adójogi jogkövetkezőket, akkor az más meg büntetést kapja adott esetben, hanem minőségi kapcsolat van a két eljárás között, az adóigazgatási eljárás és a büntető eljárás között, és nem az akkor van egy másik megközelítés, hogy nem az az egyszerű többlet, hogy a büntetőben a bűnösséget hozzáteszik, és attól lesz büntető. Szándékos elveket követelünk meg. Most nagyon fontos a mi számunkra, hogy mindkét eljárás teljes mértékben önálló eljárás. Önálló szabályrendben működik az adóigazgatási eljárás, és önálló szabályrendben a büntető eljárás. És minden olyan döntést köteles meghozni az adóhatóság, amelyet a törvény a hatáskörébe utal, és itt elsősorban arra gondolunk, hogy az adóhatóság köteles az ellenőrzéseket lefolytatni, az adóhatóság köteles megállapítani az adót határozattal, és a nap végén pedig az adóhatóság köteles végrehajtani is. Tehát mindent az adóhatóság köteles, és van egy kapcsolódás, egy nagy segítség, hogy az adó megállapításához való jog viszont nem évül el bűncselekmény elkövetése esetén mindaddig, amíg a bűncselekmény büntethetősége nem érül el. Tehát az én előadásomnak az egyik alapgondolata az, hogy az adóhatóság az ágtér rendelkezésének megfelelően jogosult, illetve köteles megindítani saját hatáskörében, és függetlenül a büntető eljárás megindításától a saját ehhez már csak egy gondolat szintén a bevezetők között, nevezetesen az, hogy miután saját hatáskörben jogosult és köteles eljárni, polgári peres eljárást nem indíthat az adóalannyal szemben az adójogviszonyból eredő követelésének az érvényesítése. A adóhatóság, tehát a végrehajtó hatalom részeként köteles eljárni, és nem terelheti a büntető igazságszolgáltatás adhéziós kereteidítéssel az állam közhatalmi jellegű jogosítványával kapcsolatos igényt. Most ha jövök a másik oldalra, a büntetős oldalra, a büntető felelősség önálló előállásának kellene, tudjuk, a B.E. 10. szakasz alapján, az egy nagyon sarkalatos eljárás. Itt ennek az a lényege, hogy a büntetett ügyekben eljáró hatóságot minden más hatóságtól függetlenül jogosultak elbírálni az, hogy történt-e bűncselekmény, és hogy azt a terhet követte el. A büntetőben eljáró bíróság szabadon értékelik a bizonyítékokat,
és nincsen kötve a büntetőbíróság, az adóhatóság, a társadalombiztosítási szerv jogerős határozatához éppen úgy, mint a törvényben egyébként nevezett a B.E.T. 10. szakaszában, ugye a törvényszövegét nem szerettem volna felolvasni, de a B.E.T. 10. szakaszában megjelölt más hatósági határozatokhoz. Ehhez képest hogyan lehet meghatározni mégis a két eljárásnak a kapcsolatát, a fasonnal, a sorrendjét, amikor ennyire egymásra indul a két eljárás. Nos, adott esetben természetesen célszerű lehet az, a büntetőben eljáró hatóság bevárja az adóhatóságnak a határozatát, és ennek a perjúgy jelentőségét biztosítja a BL, tudjuk, hogy a nyomozást is fel lehet függeszteni, az ügyész, hogy a 185-es szakasz alapján, később a bíróság is felfüggeszteti az eljárást, ugye, hogyha az eljárás követőhatáshoz szükséges előzetes döntést kell beszerezni. Ha van az esetben azonban, hogyha a másik eljárásban nem a büntető felelősség kérdéshez kapcsolódóan, kapcsolódó kérdést kell eldönteni, illetve hogyha a más eljárásban már jogerős döntést hozunk adott esetben, akkor azért azt figyelembe kell venni, feltéve, hogy az közvetlenül nem érinti a bűnösséget. Mire gondolom? Tehát abban az esetben, hogyha a polgárjogi kártérítési igényt már elbírálta, vagy az adójogi igényt már elbírálta az adóhatóság és a közigazgatási bíróság, akkor a büntető ügyben ezt a büntetőbíróság már nem bírálhatja el újra. És ez fordítva is igaz, ha mi a büntető ügyben bíráltuk el végül a polgárjogi igényt, vagy a kártérítési igényt, akkor ez ugyanúgy a dolgot eredményez, és azt sem tehető nyugodítással a polgári bíróság előtt. Sajátos helyzetet teremt az, hogy ugye az adócsalás, aztán most már mondjuk a költségvetési és a csalás tényállása egy kerettényállás, és ennek a kerettényállásnak a tartalmát nem csak magyar hazai jogi normák, hanem egyre jelentősebb mértékben nemzetközi törték ki, hogyha itt néztük a legutolsó BTK módosítást, amelyet októberben fogadott el a parlament, és az anyagi jogi törvény rendelkezésre valamikor október 28-án talán határba is léptek, akkor abban csak olyan tényállások vannak a gazdasági fejezetben, létező befolyásolás és társadalmi jövőkötés kapcsolatban helyben lévő tényállások, amelyek mögött ma már gyakorlatilag nincsen hazai jogállás, hanem kizárólag rendelő szintű, esetleg irányelvi szintű szabályozás, már a kerethatárolási szintű szabályozás is elveszünk el, hogy már itt jelenleg. Tehát közvetlen rendeleti szabályozás van mögött a magyarázat szóval, amikor meg kellett írnunk a kommentárszöveget, a magyarázatot, hiába kerestük a magyar törvényekben, most hasonló a helyzet, egyre markánsabban az adójogi területen is, és nélkülözhetetlen annak a meghatározása, hogy mi a jelentősége adott esetben az uniós szabályozásnak akkor, amikor megpróbálja meghatározni a költségvetési csalás bűncselekményének a tartalmát. Nos hát ezzel kapcsolatban nagyon-nagyon jól tudjuk azt, hogy számtalan magyar vonatkozású döntés született az Európai Unió Bírósága előtt, és az ezekben foglalt döntések, illetőleg az azokban elfoglalt értelmezés a továbbiakban a magyar bíróság számára is kötelező, és nem csak azoknak a bíróságnak, amelyek kezdeményezték az előző döntés hivatali eljárást, hanem ettől kezdve a büntetőben eljáró bíróságoknak is. Ezek közül én tulajdonképpen azokra az ügyekre utalok, amelyekben kimondta a bíróság, ez a Tóth Kömmel,
szabályok formális megszegése nem képezheti akadályát annak, hogy a hozzáadott értékadó rendszer, az ÁFA rendszer, a magyarul vagy a fogalmazásban, az átos oldalmazó adó rendszer működő, jó? Tehát az, hogy valaki nem jelentkezett be adóalakként, meg nem rendelkezett be adószámmal, stb. Nem képezheti akadályát annak, hogyha olyan tevékenységet folytatott, amely általános forgalmi adó alá esik, akkor ennek a tevékenységnek az adójogi törvényét bevonják, adott esetben visszaigényelik az áfát, és adott esetben ez kizárja az adócsevő megállítására kerülő sor ilyen szituációban. Egyetlen egy esetben lehet a terhére megállapítani azt, hogy részese lehetett valamilyen áfa kijátszásnak, hogyha a hatóság bizonyítja, hogy tudta azt, hogy olyan manőverben vesz részt, amelyben egyrésztről a korábbi számla kibocsátó már valamilyen adócsalás, adókijátszás, illetőleg hát bizonyítható az, hogy ő is ténylegesen ilyen adócsalásban vett részt. Egyébként pedig irányadó két alapvető szabály, akkor amikor az unió szabályokat értelmezzük, erre majd később visszatérek, de ha szeretném felvetni, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 325. cikke mondja meg azt, hogy milyen kapcsolatban áll az uniós jog és a belső jog, tehát az uniós jog elsőbségének a kérdését rendezi, és ez ezen alapul mindaz, amit előzőekben mondtam, és a következő pedig az alapjogi charta 49. cikke, amely a bűncselekmények és a büntetések törvényességének és arányosságának az elveit határozza meg, hol lesz ennek jelentősége, mi lesz ennek a jelentősége. Hát nézzük meg egy konkrét kérdésen keresztül, és az a devíz idem elvének, a kétszeri eljárás tilalmának az elve és annak az értelmezése, ami egy sajátos helyzet volt az Európai Unió bírósága előtti eljárásban. Ugye úgy gondoljuk mi, hogy a büntetőjogi felelősség önálló elvilállásának elvéből az fakadna, hogy nem ütközik a többszöri eljárás tilalmába, ha a más eljárásban hozott határozattal elbírált cselekmény miatt büntető eljárás indul vagy folyik. Magyarán szólva, hogyha lefolytatták az adóigazgatási eljárást, levonták annak a következményeit, például a bírság pótlék következményeit is, és aztán ezt követően pedig indul a büntetőeljárás, és a büntetőeljárásban pedig fölvele szemben büntetés szabad ki emiatt. De kérdésként merült fel az Unió Bírósága előtt, hogy amennyiben az adóhatóság által alkalmazott jogkövetkezmények büntető jellegűek, akkor felmerül a kétszeres eljárásnak a tilalma. Nagyon érdekes volt a megközelítés, nehezen magyarázható, úgy gondolom, mert két nemzetközi dokumentumból indult ki az Európai Unió Bírósága. Az egyik a római egyezmény, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló, hogy Európai Egyezmény a Strasbourg ítélkezés alapja, a másik pedig az Európai Unió alapjogi chartája. És mindegyiknek olyan cikkére hivatkozott, az emberi jogok Európai Egyezménynek a 7. kiegészítő jegyzetében szabályozza a kétszeres eljárás aláfonásra büntetés tilalma, és arról szólt a Nemzeti Bíróság büntetében már elítélt akkor az akadályt képezi az eljárásnak, és van a másik, a chartának az 51. cikke, amely ugyanezt mondja ki, de az Európai Unió viszonylatában. Tehát az Unióban bűncselekményt már elítélték, akkor az akadályt képezi az eljárásnak. Tehát ez képezi az akadályt, ugye mi nem erről beszélünk, hanem az igazgatási eljárásban hozott szankció és eljárás és a következményeinek az esetleges akadály
És aztán hogyan döntött ebben a kérdésben az Európai Unió Bírósága ez a C617/2010-es számú ügyben született valamikor néhány évvel ezelőtt. Ugye azt mondta ki, hogy attól függ a kérdés megítélése, hogy a nebizinidem, hogy a változottal szemben jogerős határozattal a megtett intézkedések büntető jellegűek vagy sem. És kimondta, hogy a nebizinidem elve nem zárja ki, hogy valamely tagállam a héjával összefüggő bevallások a teledettségek teljesítésének elmulasztásában megnyilvánuló ugyanazon tényállásra egymás követően adójogi szankciót, büntetőjogi szankciót alkalmazott, amennyiben az első szankció nem büntető jellegű. Na most hát az a kérdés, hogy mikor és mitől lesz büntető jellegű? Mert azért azt nem mondja nekem senki sem, hogy valaki nem fizette meg az adót, és 40%-ot bírságot alkalmaznak, hanem büntető jellegű. Semmi más célja nincsen. Minden ilyen bírságnak egyetlen és kizárólagos célja az, hogy megbüntesse azt, aki nem fizette meg ezt az adót. Mégis azt mondja ki az Európai Unió Bírósága, vagy azt mondta ki, hogy nem önmagában az, hogy 40%, 50%, 100% vagy 200%, ugye 40%-ot a külföldi jogesetből vettem, az 50%, 100%, 200%-ot a magyar törvényekről vettem. Jó, de nálunk minden ilyen százalék magasabb, mint ami ott volt. És hogy korábban önmagában a jogkövetkezmény százalékban meghatározott mértéke, hanem a jogsértés belső jogszerinti jogi minősítés, a jogsértés jellege, az érintett személyen szemben kifogott a szankció, a természetes súlya, stb. Az, ami meghatározza azt, hogy ez a korábbi a közigazgatás eljárásban alkalmazott jogkövetkezmény a büntető jellegűen vagy sem. Meg kell mondani, hogy itt is látok némi ilyen akna effektust a magyar országgal szemben, mert hogy sok meglepetés az elmúlt időszakban meg a Nemzetközi Bíróságoknak a részéről, bár itt a tegnapi életet hallgatva, hogy megszedték, megszüntették a kötelezettségszegési eljárást a hasonlatok előre kapcsolatban, ez végre egy pozitív hír, tehát vannak azért a másik oldalon is jó hírek, de sajnos ugye, ami minket abban az évben nagyon foglalkoztat, a nemzetközi bűnügyek működéssel kapcsolatban született ítéletek a Strasbourg-i bíróságon, hát azok bizony olyan döntések, amelyeket senki nem tudott volna prognosztizálni, mert senki nem tudta volna elképzelni, hogy felteszünk egy kérdést, és kijön egy olyan vállalat belőle, inkább arról szeretnék beszélni, hogy milyen kapcsolódik, két nagy kérdésem volna. Az egyik az, hogy az egyes eljárásokban beszerzett bizonyítékokat hogyan lehet felhasználni a másik eljárásban. Tehát a közigeljárásban, illetőleg a közigeljárásban oda-vissza. És ennek a kérdéskörnek ugye az az alapja, hogy hasonló a jogi szabályozás. Tehát amíg az adóigazgatási eljárás mondja, hogy a kettő szabály, de ugyanazokat a szavakkal, ugyanazt a szabad bizonyítást írja le a KET, mint amit mi a BL-ben, a büntetőben megtanultunk. Tehát mindkét oldalon van egyfajta szabad bizonyítás.
amelyet törvényértelő és amely szükséges volt a büntetőeljárás keretében. Ez a kérdés lehet, hogy se a büntetőeljárás anyjába. És jön a második belépés a lába, hogy törvény írta le elő azt, hogy a büntetőeljárásban így módon törvényesen beszerzett bizonyíték az adóigazgatási eljárásban felhasználható-e és szükséges volt-e. És aztán meg volt ennek a végkövetkeztetése is, és azt mondta ki, hogy amennyiben a bíróság azt állapítja meg, vagy a magyar bíróság, hogy az adóadat számára nem biztosították a lehetőséget, a lehető törvénybiztosított lehetőséget, hogy megismerhess a többi, vagy a bizonyítékokat a karta 7. cikkének megsértésére szerezték a büntetőeljárás keretében, vagy használták fel a bűnigazgatási eljárásban, akkor az említett bíróságnak ki kell szárnia a bizonyítékokat, és amennyiben ebből következő az említett határozat megalapozatlanul vált, akkor az hatályok végre helyeznie. Hát gyakorlatilag megfogalmazták a döntést, mert ugye ez volt az alapvény, ez a tényleges helyzet, ez volt ebben az alapvényben, mert ezt pontosan tudták, csak hát ugye hatásokat nem vonhatnak el, legalábbis formálisan úgy tűnik, hogy ez megtörténik. És akkor már csak egyetlen egy kérdés, amivel szeretnék foglalkozni, nevezetesen az adójogosságot. Biztosítási igényeket, a vagyonok biztosítására kiváló igényeket.
Hát nagyon megtisztelő volt a számára és a fülőre számára, hogy elmondtuk a gondolatokat, és nyitottam arra, hogy is a választ. Köszönöm szépen!